Egész hétvégén, sőt még a jövő hét elején is érvényben lesz az országos hőségriadó. A Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya azt kéri a lakosoktól, hogy figyeljenek egymásra és tartsák be az általuk közzétett jó tanácsokat. A nagy melegben a tatai önkormányzat is megtesz mindent, hogy enyhítse a hőség okozta kellemetlenségeket. Az önkormányzat ilyenkor nagy melegben elkezdi az utakat locsolni, amint ugye most a középhőmérséklet, a napi középhőmérséklet 27 fok fölé emelkedett. Ezért hát a közutakat egyre nagyobb mértékben locsoljuk, hűtjük, próbáljuk hűteni az utakat, illetve a mai napon felállítottunk 2 darab hőségkaput, egy olyan párakapuról van szó, amely próbálja az ott elhaladókat hűteni. Az egyik kapu az Országgyűlés téren a Vaszari János Általános Iskola előtt helyezkedik el, a másik pedig az 56-os emlékműnél, szintén a körforgalomtól nem messze. Ezeken a kapukon áthaladva egy kicsit hűthetik le az emberek magukat. Ez egészen addig működik, ameddig a hőségriasztás fennáll, várhatóan a jövő hét elejéig körülbelül. A hétvégén is éjjel-nappal fognak ezek a kapuk működni. Vízosztást nem tervezünk, illetve hát értesítettük a különböző intézményeinket arról, hogy biztos ők is nagyon jól látják, tudják, de ilyenkor ilyen önkormányzati kötelező feladatokkal találkozhatunk. A hőség idején lehetőség szerint tartsuk hűvösen otthonainkat. Ideális esetben a szobahőmérsékletet 32 Celsius fok alatt kell tartani nappal és 24 Celsius fok alatt éjszaka. Ez különösképpen fontos a csecsemők és a 60 év fölöttiek számára, továbbá olyan személyek esetében, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek. Az árnyékolók, függönyök, redőnyök is segíthetnek mérsékelni a meleget. Lehetőség szerint keveset tartózkodjunk a szabadban, főleg a nap legmelegebb szakában, és fogyasszunk sok vizet, teát vagy gyümölcslevet. A népegészségügyi főosztály tájékoztatójában arra is felhívják a figyelmet, hogy gyerekeket és állatokat rövid időre se hagyjunk leparkolt járműben, valamint figyeljünk oda egymásra, főleg a gyerekekre, az idősebbekre és a betegekre.